A héten már több körben foglalkoztunk az Orbán kormány válságkezelési intézkedésével, sőt érintettük azt is, hogy az úgynevezett koronakötvénye kibocsátása körül milyen európai viták bontakoztak ki. Ugye ennek a politikai dimenziót jobban megérthessük, ezért most egy vitát kezdeményeztünk, amelynek tagjai Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, illetve Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője. Szervusztok, üdvözöllek benneteket a műsorban! Szia, köszönöm a meghívást! Szép estét, sziasztok! Szóval ez egy új formátum itt a Partizánon belül, és ti vagytok az első vendégei. Mostantól minden szombaton szervezünk ilyen vitát, a héten éppen aktuális kérdés körül járandó. Az első téma akkor. Ugye, ahogy mondtam már, az Orbán kormány a héten két körben jelentette be a gazdasági válságkezelési intézkedéseit, amik egyáltalán nyújtanak elegendő segítséget a magyar embereknek, ebben nagyjából általános a konszenzus az ellenzék összes pártja között. A Momentum ugye négy átfogó javaslatból álló program mutatott be, amivel szerintük el lehetne kerülni a gazdasági összeomlást, míg az LMP egy 7 pontos munkahelyvédelmi programmal jelentkezett, valamint felszólalt a gondoskodási munkát végzők és az agráriumban dolgozók védelmében. A ti meglátásotok szerint mi lenne most a legsürgetőbb, amit meg kéne lépnie a kormánynak? Mit javasolnátok, hogyha azt mondanak, hogy egyetlen egy dolgot átvesznek a ti javaslataitok közül? Én egyértelműen azt mondanám, hogy a 100 000 forintos minimál jövedelmet a Momentum javaslatai közül azonnal foganatosítani kellene. Az Orbán kormány egyáltalán nem foglalkozik azokkal a 10 000-ekkel, sőt lehet, hogy 100 000-ekkel, akik az elmúlt hetekben vesztették el a megélhetésüket, akiket kirúgtak, akiknek megszűnt a munkahelyük, illetve azokkal sem, akik már korábban is nehéz körülmények között éltek. Felháborító az, hogy a 21. században Európa szívében ekkora bizonytalanságban élnek emberek, tehát a tisztességes, alapvető megélhetés garantálásánál nincsen fontosabb ebben a helyzetben. Köszönöm, Péter! Szerintem most a legfontosabb, amit akuttan azonnal meg kéne tenni, az azt, hogy azt az 500 000 forintos tulajdonképpen juttatást, amit az egészségügyi dolgozóknak ugye az Orbán kormány megítélt, azt az egyszeri juttatást először is a szociális dolgozóknak is el kell juttatni, illetve szerintem ez a gondoskodási válságot megmutatja, hogy mekkora probléma Magyarországon, hiszen látjuk, hogy azok küzdenek most a frontvonalba, és azokon múlik az, hogy ezt a járványhelyzetet közösen átvészeljük, akik azokban a szektorokban dolgoztak, amit az állam a legkevésbé fizetett meg. És ugye ez az államnak a saját munkavállalóiról van szó, tehát ez lenne első körben, amit követelnénk. Mi a helyzet a napjövedelem fronton? Ugye az elmúlt egy hónapban erre erősebbek lettek azok a hangok szerte Európában, mi szerint koronavírus járvány miatt eljött az idő az alapjövedelem bevezetésére. A Momentum korábban elzárkózott ettől az ötlettől, az LMP nem állt harcosan mellé, szemben a Párbeszéddel. Hogy áll most a két párt alapjövedelem fronton? Mi az álláspontja a pártjaitoknak? Ahogyan korábban is említettem, szerintem a koronavírus válság, illetve az ezt követő gazdasági összeomlás, gyakorlatilag nevezhetjük annak is, ami most a világban zajlik, nagyon komoly átgondolásra késztet mindenkit. Nagyon komoly felelősség nyugszik most a politikusok, döntéshozók vállán, hogy szegénységbe és nyomorba taszítják azokat, akik ennek az új átalakulásnak a kárvallottjai, vagy pedig megsegítik minden egyes állampolgárukat. Szerintem egy ilyen helyzetben igenis indokolt átgondolni azt, hogy szeretnénk-e garantálni egy alapvető megélhetést minden ember számára, és a Momentum egyértelműen azt mondja, hogy a legalábbis a válságidő tartamára egy 100 000 forintos minimál jövedelmet minden felnőtt magyar embernek garantálni kell. És ennek finanszírozására be is nyújtottunk egy törvényjavaslatot más parlamenti képviselőkkel együttműködve. Szeretnénk azt is, hogy a szolidaritáshoz járuljanak hozzá azok is, akik az elmúlt időszak haszonélvezői voltak. A nagy közbeszerzések nyertesei, az oligarchák. Egy szolidaritási adót is ki kell vetni, hogy egyértelműen mindenki hozzá tudjon járni a közjónak a növekedéséhez és a megélhetés stabilizálódásához, még a nehezen élők és a jelenleg munkájukat elveszett körében is. Egy tisztázó kérdést engedj meg, mekkora lenne ennek a költségvetési igénye? Tehát van arra vonjuk számításatok, hogy nagyjából ez mit jelenten a költségvetés számára? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy azt mondtad, hogy ezt kizárólag a járvány idejére vezetnétek be. Mi lenne ennek az időtartama? A járvány idejére, illetve az azt követő stabilizálódási időszakban mindenképpen, és szerintem utána érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen hatásokat értünk el vele, és átgondolni azt, hogy esetleg ezt
később milyen formában tudjuk megtartani. És hát a költségvetési teher az egészen biztosan kisebb lenne, annál, mint amit a gazdasági összeomlás jelentene, és az a szociális teher is, amit az elszegényedés jelent az egész ellátórendszer és az egész társadalom számára. De akkor konkrét számmal igazából nem rendelkeztek, azt mondod ezzel? Vannak konkrét számítások. Én nagyon örülnék annak, hogyha a különböző gazdasági szereplők és illetve a kormány párbeszédbe bocsátkozna velünk abban, hogy hogyan tudjuk előteremteni annak a finanszírozását, hogy minden magyar ember tisztességesen meg tudjon élni. Jelenleg sajnos ez a nyitottság nincsen meg. Mi nagyon örömmel állunk a párbeszéd elé, és nagyon örömmel nyújtunk be javaslatokat azoknak is, akik szerint esetleg nincs megfelelő pénz a magyar államkasszában arra, hogy egy tisztességes megélhetést biztosítsunk a magyar embereknek. Köszönöm. Péter? Igazad volt akkor, amikor azt mondtad, hogy az LMP ebben egy ambivalenciát mutatott, és ez az ambivalenciánk az alapjövedelemmel kapcsolatban továbbra is fennáll, és csak egy pár mondatban megpróbálna megvédeni, hogy van ennek az ambivalenciának is alapja. Azzal, amit Katalin elmondott itt, hogy ez akár egy válságidőszakban, egy bizonyos időkorlátok között lehetne, akár egy 100 000 forintos alapjövedelem, ennek egyáltalán nem vagyunk az ellensége, ezt egy megfontolandó javaslatnak érezzük. Ugyanakkor megfontolandó, de nem magától értetődően támogatandónak, ha jól értem. Így van, és ezt szeretném kifejteni, hogy mi az ambivalenciánk oka. Ugye az alapjövedelmet sok olyan szereplő is támogatta, hiszen még olyan emberek is, mint Friedman, illetve olyan emberek Magyarországon, akik szintén a neoliberális kultushoz tartoznak, ami miatt mi végig gondoljuk, hogy mi az, amiért ők támogatnak valamit, és hogyha ők támogatnak valamit, akkor fölmerül, hogy a mi politikai gondolatunkba ez nem feltétlenül fér bele. És ez a következő, hogy az alapjövedelmet sokszor úgy értelmezik, és most nem mondom, hogy a Momentum úgy értelmezik, azt mondom, hogy vannak, akik úgy értelmezik, hogy ez kiváltja a létező szociális rászorultság alapon lévő ellátórendszer. Hogyha kiváltja, akkor nem támogatjuk az alapjövedelmet, mert akkor a jóléti állam alapját képező rászorultság alapon járó szociális jövedelmeket kiváltja. Amennyiben ez egy olyan dolog, ami van, és akkor erre rá tud rakódni az a rászorultság alapon létező 1001 támogatási forma, ami van, akkor támogatandónak tudjuk tartani, és amúgy azt gondoljuk, hogy az nem tud egy érv lenni az alapjövedelem mellett például, hogy jaj, de jó, bürokrácia csökkentő hatása lesz, hiszen nem kell a szociális kormányzást föntartani, és nem kell föntartani azt, hogy mondjuk megvizsgálják a rászorultsági alapot, és megvizsgálják, hogy ki mennyit kap az államtól a jóléti állam keretében, hiszen mindenki egy adott összeget kap. Tehát ez a filozófiai problémánk az alapjövedelemmel, annak ellenére, hogy van olyan módja, amiben el tudjuk fogadni, főleg egy ilyen időszakra, csak ezt azért akartam elmondani, hogy az ambivalenciánk egy végig gondolt, és nem egy végig gondolatlan ambivalencia. Tisztázó kérdés, ez nem ideológiai doktrinálség a részletekről akkor, amikor azt lehet látni, hogy egyébként a magyar úgynevezett jóléti rendszer soha nem kínál mondjuk 100 000 forintnyi összegben támogatást a rászorulóknak. Tehát, hogy nagyon sokan valószínűleg nagyon örülnének annak, ha például kiváltanák az összes mostani juttatásukat és ezt az összeget például akár csak a válság idejére is, de megkaphatnák, hiszen ez sokkal magasabb, mint mondjuk az öregségi nyugdíj, sokkal magasabb, mint amit lehet mondjuk családi pótlékból vagy ápolási díjból mondjuk egy-egy családnak megszereznie egy hónapban a megélhetésére. Tehát ebben az értelemben, értve a filozófiai különbséget, mégis nem megy szembe azzal a praktikus szemponttal, hogy meg kellene segíteni most 100 000-eket ebben az országban? De ugye egyrészt az volt az állításom, hogy jelen esetben ezért támogatni tudjuk ebben az esetben, hogyha nem kerül az amúgy természetesen rettentően hibás magyar jóléti állam, aminek egy nagyon kicsi része létezik, hogyha az nem kerül, hogy mondjam, további lebontásra. De azért ez nem igaz, hogy ez pont így van. Például a gyermekek otthongondozási díja az jelenleg pont, hogy 100 000 forint. Tehát például, ha van alapjövedelem, akkor nem akarom azt, hogy mellé ne járjon a gyót, vagy ne járjon, ami szerintem szintén mondjuk minimálbér szintűnek kéne lennie, ami ugye az öreg gondozási díj, tehát vagy idős gondozási díj. Tehát az a helyzet, hogyha ezeket, vagy akár egy szám, ugye azt is szoktuk mondani, nagyon alacsony családi pótlék, hogyha ezeket megnöveljük, akkor ezeknek még kell járniuk annak ellenére, hogyha van egy ilyen alapjövedelem. Ez az állításunk. Igen, szeretnék igazából kérdezném a Pétert, hogy ugye a Momentum azt állítja, hogy egy 100 000 forintos minimális jövedelmet kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy ne legyen olyan magyar felnőtt ember, aki 100 000 forintnál kevesebbül él. Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen feltételek mellette támogatnád-e a javaslatunkat?
De ezt ezzel kezdtem, tehát az, amit mondtál, az elfogadható. Én csak elmondtam, hogy ugye a Márton azt mondta, hogy ambivalensen állunk ez a kérdéshez, hogy ez így van, és ez az ambivalencia oka. Úgy, ahogy a Momentum mondta, és ráadásul ti ezt, ha jól tudom, időkorlátosan mondtátok. Tehát, hogy valamilyen időszakra bevezetve ezt a 100 000 forintot, így ezt teljesen elfogadhatónak tartjuk, igen. Akkor nézzük tovább a kérdéseket, és nézzük meg, hogy az uniós gazdaságélénkítésben is hasonló az összhang kettőtök között. Ugye csütörtökön végül sikerült megállapodniuk az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek az első gazdasági válságkezelési intézkedés csomagról, de a várakozások megfelelően a csomagnak nem lett része az úgynevezett koronakötvények bevezetése. Beszélhetünk egységes Európáról és közösségi szolidaritásról enélkül. Elégséges a ti véleményetek szerint ez a több mint 500 milliárd eurós csomag a koronavírus járvány okozta válság kezelésére, avagy sem? Péter, kezd most te a kört. Ugye szerintem tehát egyrészt nem elégséges. Az, hogy kikerült a koronakötvény, az egy rossz dolog. Az a helyzet, hogy az olasz kormány, a portugál kormány és bizonyos szempontból a spanyol kormány olyan radikális módon fogalmazott, hogy nem került be, ami szerintem szinte példanélküli volt az eddig európai politikában, és véleményem szerint indokolt volt az ő hevületük. Amikor azt mondta például a portugál kormányfő, hogy az Európai Unió létét, vagy az Európai Unió létezésének az értelmét veszélyezteti az a fajta tagállami önzés, amit leginkább ugye a holland kormány produkálta korona kötvény kapcsán. Az a helyzet ugyanakkor, és ennek ellenére nem mondom azt, hogy ez első lépésnek nem valami, tehát hogy azért ne legyünk olyanok, hogy mindenre azt mondjuk, hogy rossz. Értelemszerűen első lépésnek, ami történt, az valami, de az, hogy nem került be a koronakötvény, nagyon nagy probléma. És én azt gondolom, és sajnos, ezt most csak így, hogy mondjam, szerkesztési szempontból mondom, hogy szerintem itt nem Katalinnal lesz a legnagyobb vitám, ez a néppártnak az alapvető felelőssége, hogy ez így történt. Alapvetően Németországnak a néppárti vezetése az, ami ezt különböző más aktorokon keresztül így sakkozta ki. És ki kell mondani azt még, hogy a bizottság, tehát a von der Leyen bizottság, amit korona ügyben csinált, az a semmittevésnek egy olyan mérhetetlen, tényleg egy semmittevés orgia volt, amit a von der Leyen bizottság csinált, az a bizottság, ami ráadásul részben úgy kapott mandátumot, hogy elmondta, hogy mennyire közel fogja hozni, és az európai szolidaritást az első beszédében is a bizottság elnöke egy körülbelül 77-szer mondta el. Tehát én azt akarom mondani, hogy akik azt gondolták, hogy a Juncker bizottság után ez a bizottság jobb lesz, azoknak nem volt igazuk, szerintem ez már most látszik, ez az egyik. A másik pedig az, hogy von der Leyen biztos az, hogy milyen antidemokratikus és szörnyű módon választották meg, az tükröződik abban, hogy jelenleg nem is nagyon csinál semmit, hanem kézmosásról szóló videókkal szórakoztatja az európai állampolgárokat. Köszönöm. Katalin? Amikor a válság kitört, nagyon érdekes volt végig gondolni azt, még ugye hónapokkal korábban, hogy ez vajon milyen hatással lesz ránk, hogyan fogunk felállni ebből a válságból. Ugye arról, hogy a koronavírus eljutott ide, arról nagyjából senki sem tehet, vagy legalábbis keveset tehetünk. Az, hogy utána mit csinálunk, az viszont a közös felelősségünk. És bevallom őszintén, nekem voltak azért nagyon-nagyon bizakodó pillanataim. Például, amikor a utolsó plenáris ülésen szerintem, ami még normálisan meg volt tartva, tényleg arról volt szó, hogy Európa összefog, elkezdünk védekezni a járvány ellen, szállítmányokat küldünk Kínába, ugye több száz tonna védőfelszerelést költöttünk Kínába, vagy küldtünk a kínaiaknak a védekezés támogatására. Akkor én elég bizakodó voltam, őszintén szólva. És az azt követő hetek, hónapok egyszerűen tényleg egy teljesen borzasztó világképét vetítik elő, ami nagyon ijesztő számomra. Az, hogy gyakorlatilag visszatértünk abba a bezárkózó időszakba, amikor az egymás országaiba küldött maszkokat, védőfelszereléseket gyakorlatilag országok elkobozzák. Az, hogy nem engedik kikötni más országok hajóit például a partok mellett, az, hogy nem engedik áthaladni más EU-s országok állampolgárait a határokon, ez egy nagyon-nagyon ijesztő kép, és hát ami a gazdasági szolidaritás, ami az egymás megsegítése kapcsán pedig kibontakozott az a vita, az tényleg így a legrosszabb 2008-as emlékeket idézi sajnos számomra is. Az, hogy vannak országok, akik szerint még mindig a megszorítások, a szolidaritástól való totális elzárkózás a megoldás, amikor még mindig másokat hibáztatunk, csak azért,
mert Olaszországban hamarabb tört be a koronavírus, mint adott esetben Németországban, ez egy nagyon-nagyon szomorú jel. Én azt gondolom, hogy ha Európa határozottan fel akar állni ebből a válságból, mind politikailag és mind gazdaságilag, akkor igenis meg kell lépni azt, hogy egy legalább 1 trillió eurós válságkezelési csomagot, válságkezelési költségvetést elfogadunk, az, hogy az új sok éves költségvetés, az nem az az ilyen gyenge, felvizezett papírdarab lesz, ami már korábban sem volt elég, hanem egy gyakorlatilag Marshall-tervnek megfeleltethető nagyszabású reform alatt átmegy, és az Európai Unió saját forrásokkal felvértezve tud belemenni a következő éveknek a válságkezelési munkájába. Ha ez nem történik meg, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. És még csak hajszoljak egy kicsit hozzá az Európai Bizottság munkájának az értékeléséhez. Nem mondom persze azt, hogy 100%-ig elégedett vagyok. De azért azt se felejtsük el, hogy az Európai Unió, az Európai Bizottság leginkább azért nem tudott cselekedni, mert bizonyos tagállamok évek óta, évtizedek óta elzárkóznak attól, hogy szorosabb legyen az integráció, például az egészségügy területén. Emlékszem arra, hogy olyan olasz legás képviselő szólalt fel a plenáris ülésen még, hogy miért nem segít többet az EU az egészségügyi rendszerüknek, aki korábban folyamatosan mindig elmondta, hogy az egészségügy nemzeti kompetencia, és az EU-nak semmi keresnivalója nincsen. Szerintem azért a bizottság megpróbálta megtenni azt, amit tud. Így a költségvetési ciklus végén ugye maradék pénzeket tudta csak átcsoportosítgatni. Nagyon nagy probléma, hogy csak ilyen kevés eszköze van. És bízom benne, hogy a következő évek során, hónapok, sőt leginkább hetek során átgondoljuk azt, hogy jól működünk-e így, és nagyon remélem, hogy egy határozott reformon indul el az európai, hát igazából az Európai Bizottság és az Európai Szövetség így közösen, és hogy a következő hetekben az Európai Tanács rácáfol a korábban kialakult képről, és hogy tényleg a szolidaritás felé indul el. Mert ami most van, az nagyon szomorú és kiábrándító valóban. Katalin, konkrétan a koronakötvények kapcsán mi a pártotok álláspontja? Támogatjátok, vagy nem? Maximálisan támogatjuk a koronakötvényeket, sőt, mi alapvetően az eurokötvényeket is támogatjuk. Ugye a koronakötvények azok csupán a válság időszakára korlátozott céllal felhasználhatóan osztanák meg a kockázatot, az eurokötvények pedig ugye hosszú távon alakítanák át, stabilizálnák az eurozónát, így lenne egy mind fiskális, mind monetáris unió, és így valósulhatna meg az, hogy közösen tudunk felelősséget vállalni az unió pénzügyeiért. Így lehet az, hogy a gazdagabb, jobb helyzetben levő tagállamok tudják támogatni azokat, akik bajba jutnak, és drágábban tudnának pénzhez jutni. Szóval a Momentum határozottan és egyértelműen kiáll mind a korona, mind az eurokötvények, és a szorosabb fiskális integráció mellett is. Akkor még azt engednek, hogy megkérdezem, hogy hogyan kezeljétek azt a konfliktust a saját pártcsaládotokon belül, vagy pártotokon belül pontosabban, hogy miközben Mark Rutte, holland miniszterelnök az egyik leghangosabb ellenzője a koronakötvények bevezetésének, addig ő veletek egy frakcióban ül a Renew Europe-ban. Tehát hogyan kezelitek ezt a konfliktust? Van erről bármilyen szó? Természetesen nagyon sok szó van erről, nagyon sok vita zajlik jelenleg is a frakción belül. Mindenki elmondja a saját álláspontját. Én jelenleg ebben a kérdésben nagyon-nagyon kevés közös pontot tudok találni a VVD-s kollégákkal. Szerencsére az európai politikának része az is, hogy tisztelettel kezeljük az egyetnemértést. Ugye a Magyarország gyűlésben, ha valaki vagy másik emberrel nem ért egyet, az elég gyorsan különböző hazaáruló, meg ilyen bélyegeket megkap. Itt nálunk azért sokkal diszkrétebbek a viták, ugyanakkor én elmondtam Malik Azmáninak is, a holland VVD delegáció vezetőjének, hogy nagyon nem értek egyet ezzel az állásponttal, és itt valóban van egy vita köztünk, de mint minden demokratikus közösségben, szerintem a frakció ezt teljesen jól kezeli. És a Renew Europe-nak mi az álláspontja koronakötvény kapcsán? A Renew Europe jelenleg is kidolgozza azt a azt a dokumentumot, amit szavazásra bocsátunk majd jövő héten a plenáris ülésen. Mindenképpen támogatjuk azt, ebben egy óriási nagy egyetértés van, hogy különböző új és innovatív pénzügyi eszközökhöz nyúljunk, és hát nyilván vannak olyan delegációk, akik határozottan a koronakötvények melletti állásfoglalásra is buzdítják a frakció vezetését. Az a következő napokban ez a szöveg még formálódik, és a Momentum álláspontja ebben teljesen egyértelmű. Mi az Európai Szolidaritás pártján állunk. Záró kérdést engedj meg, szerinted mi lesz az eredmény ennek a szavazásnak?
Illetve, hogyha a Momentum álláspontjával ellentétes döntést hoz a frakció egésze, az jelente bármilyen következményt a tagságotokra vonatkozóan? Én nem gondolnám azt, hogy a Momentumnak 100%-ig mindenben egyet kellene értenie a frakció összes pártjával, ez nem is lehetséges, ez egyik frakcióban sincsen meg. Számos kérdésben nem kérdés, hogy a Momentum más álláspontot foglal el, mint számos más párt a frakcióban. Például szerintem zöld kérdésben, szociális kérdésekben mi sokkal inkább a frakciónak a balszárnyát erősítjük, és ebben semmi baj nincsen. Más kérdésekben pedig más pártok foglalnak el eltérő álláspontot, és ezt teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Az Európai Parlamentben nincsen frakciófegyelem, mindenki úgy szavaz, ahogy akar. Nem érezzük azt, hogy nekünk ettől rosszabb lenne, alapvetően a kérdések legnagyobb részében egyetértés van köztünk, de merünk nem egyetérteni, hiszen mi a magyar választókat képviseljük, akik ránk szavaztak, és mi feléjünk tartozunk elszámolással. Péter, hozzád még egy kérdés a válságkezeléssel kapcsolatban. Hogyan egyeztethetőek össze azok az zöld szempontok, amikről a Katalin is beszélt az előbb, azzal a kötvénykibocsátási kérdéssel, amiről az előbb beszéltünk? Látsz a kettő között valami fajta feszültséget, és ha igen, hogyan lehet ezt a kettőt föloldani? Az európai zöldek talán nagyon hangosak, és ez biztosan Katalin is hallotta, hangosak voltak abban, hogy az koronakötvények nagyon fontosak. Én, hogyha egy mondatba reagálhatnék, alapvetően azt gondolom, itt csak egyetlen egy, hogy mondjam, vitapontot látok, hogy persze az jó dolog beszélni az európai integrációról, és ez egy fontos dolog, ugyanakkor szerintem pont az ilyen helyzetek mutatják azt, hogy a jelenlegi struktúrája az Európai Uniónak nem engedi azt, hogy ebből a struktúrából tudjunk integrálódni. Tehát, hogyha közös piac van, közös jóléti állam nélkül, van egy ilyen összvér közös pénzpiac, ami elég, tehát nem működik nagyon sok demokratikus kontrollal. Ráadásul ugye ez, amit amúgy Katalin teljesen legitim módon elmondott, hogy van egy ilyen nagyon furcsa elvárás, amit a legás kolléga ugye megfogalmazott a bizottsággal szemben, hogy amikor baj van, akkor kell segíteni, amikor nincs baj, akkor meg semmi közük semmihez. Ebben mind teljesen legitim kritika. Ugyanakkor amíg azok az aktorok szabják meg, hogy az Európai Unió integrációnak milyen legyen az iránya, akik ugye mondjuk a német néppárti vezetésben benne vannak, vagy akár lehetnének a holland liberálisok is, addig ez az Európai Unió nem fog tudni jól integrálódni, hiszen ez úgy van létrehozva, hogy Németországnak több pozitívuma legyen, mint negatívuma, ami a többi országnak nem jelent sok jót. Egy példát hadd mondjak még el. A német köztévében volt egy teljességgel felháborító ugye műsor, értelemszerűen a német köztévé nem olyan irányítás alatt van, mint a magyar köztévé, tehát ez nem a német kormány álláspontja, de a német köztévében mondta egy teljesen felháborító műsor, ahol azt mondták, hogy Lengyelország ugye milyen nacionalista, hogy nem engedi át a szerződés nélküli idős gondozókat, illetve azóta meg elmondták, hogy milyen szörnyű, hogy a kelet-európaiak nem jönnek spárgát szedni a földekre idénymunkásként. Tehát amíg valakik az Európai Uniót és a közös piacot úgy fogják föl, hogy így szerződés nélkül olcsó idős gondozókat lehet Kelet-Európában szerezni, vagy idénymunkásokat, addig az integráció, mint szlogen, meg az Ever Closer Union önmagában nem jelent szerintem semmit. Tehát én annyit akartam csak ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ha nincsen strukturálisan megváltoztatva maga, ami az integráció irányát jelenti, akkor az Európai Unió a 2008-as válságokhoz hasonló dolgot fog produkálni újra és újra. És akkor térjünk rá az eurózóna kérdésére, hogyha már elő is jött egyébként az előző vitapontban, és azt gondolom, hogy itt aztán valóban lesz vitára ok, hiszen feltételezhetően markánsan különböző állásponton vagytok. Ugye az eurózóna előtt az egy évtizeddel korábbi euróválsághoz hasonló, ha nem nagyobb kihívás áll most. Szerintetek életben maradhat-e a monetáris unió, illetve hogyan látjátok Magyarország esetleges euróvezeti tagságát a jelenlegi válság fényében? Kitart-e a Momentum még mindig az euró bevezetésének szükségessége mellett, illetve továbbra is ellenzi-e az LMP annak a bevezetését? Katalin, kezdte kérlek. Ha tisztázunk valamit, az euró bevezetésének szükségességét nem a Momentum találta ki, hanem az Európai Uniós tagságunkkal járó kötelesség ez. Tehát összességében, ha csak itt valami nagyon-nagyon radikális és nagyon furcsa irányba tartó alapszerződés módosítás nem lesz, Magyarország vállalta azt, hogy csatlakozni fog az eurozónához. A Momentum továbbra is azt állítja, hogy ez egy jó dolog, ugyanakkor ez az eurózóna jelenleg nagyon határozott reformra szorul.
Tehát, és én azt gondolom, hogy a Momentumnak mindent meg kell tennie azért, most így eurozónán kívül is, az európai parlamenti képviselőinknek, az európai szerepvállásunk összes terén, hogy próbáljunk arra hatni, hogy az eurozóna jobban nézzen ki. Hogy az eurozóna valóban egy mind fiskális, mind monetáris támogatást is tudjon nyújtani a tagállamok számára, azt, hogy a szolidaritás valóban megjelenjen, hogy ez egy stabilabb eurozóna legyen. És így, amikor majd belül leszünk, amikor majd belülről fogjuk tudni formálni a folyamatokat, akkor számunkra is több tér nyílik majd. Mert ne legyenek kétségeink, az eurozóna fenn fog maradni. A monetáris unió fenn fog maradni, hiszen ez azért a legerősebb tagállamoknak érdekük. Ez nem fog megváltozni, maximum A, ilyen rossz marad, mint most, vagy B, esetleg egy szolidárisabb és több lehetőségekkel teli zónává transformálódik át. De hosszú távon Magyarországnak mindenképpen érdeke az, hogy eurozóna tagságát megszerezze, hiszen belülről sokkal több lehetőség van formálni a folyamatokat, számos olyan alap van, most is látszik azért, hogy a válságkezelés során még ebből a kevés alapból is, amit látunk, vannak olyanok, amik csak eurozóna tagok számára nyílnak ki, és hát tényleg vállaltuk ezt, szóval a Momentum elkötelezett továbbra is az Európai Uniós tagság fontossága miatt, és ennek kapcsán vállaljuk az ezzel felmerülő kötelezettségeket is. Köszönöm szépen, Péter. Ugye az LMP nem támogatja, hogy jelenleg bevezessük az eurót, ezt elég régóta mondjuk. Az a álláspontunk, hogy nem lehet úgy közös pénzügyi teret létrehozni ismételten, hogy nincsen közös jóléti állam, vagy a közös jóléti államnak az alapjai sincsenek lerakva. Mi kritizáljuk azt, hogy az Európai Unióban például a tőke szabad áramlását semmilyen szinten nem lehet korlátozni, a tőke szabad áramlására véleményünk szerint korlátokat kell ugye felállítani. Az LMP javaslatára az európai zöldek ugye elfogadták, hogy a termőföldet például kezdeményezik, hogy szedjék ki a tőke szabad áramlásáról, hiszen az nem egy olyan tőkei ország, amit ugye el lehet vinni helyekre, mert az földhöz kötött, bár ez egy érdekes módon fogalmaztam ezt meg, igen, és ezért azt gondoljuk, hogy az euróból egy szimbolikus kérdést csinálni helytelen. Ugyanis tud értelemszerűen az euró megfelelő lenni egy államszövetségben, csak jelenleg nagyon sok problémát látunk. És azt gondoljuk, hogy látszik, hogy az euró önmagában milyen problémákat okozott azoknak a eltérő fejlettségi szintű országoknak, akik a magországokhoz képest, főleg itt a déli országokra gondolok, voltak, és illetve olyan pervers dolgokat hozott létre az euró konstrukciója, hogy a szlovák nyugdíjasoknak kellett például az ő hátukon egyensúlyoztak ki egy olyan görög költségvetést, ahol a görög nyugdíjasok egy időben több pénzt kaptak, tehát például egy ilyen egyenlőtlenség is volt benne, illetve a görög, spanyol, illetve olasz válságok sem lettek jól kezelve, de ebben nem akarok részletesen belemenni, összességében azt mondanám, hogy azokat a problémákat, amiket korábban elmondtam az euróról, azok miatt mi nem támogatjuk a jelenlegi vezetését az eurónak. Mit válaszolsz azokra a kritikákra, amit a Katarin vetett föl? Tehát, hogy itt van egy olyan kötelezettség, amire vállalt Magyarország, amikor belépett ebbe a közösségbe. Tehát itt nem nagyon lehet mazsolázni és rasszézni ebben a kérdésben. Ez egy elrendelt dolog, és olyan keretben, amiben elköteleződtünk annak idején. Tehát lehet most azt mondani, hogy ebben a kérdésben esetlegesen többletkövetelményei lennének mondjuk az LMP-nek, de itt történt egy elköteleződés, amit nem lehet felülírni. Hogyan lehet kezelni ezt a politikai konfliktust? Hogyha ez lesz az euró, tehát az EU tagság ára, akkor nem fogunk tudni mit csinálni, csak az LMP akkor se lesz nagyon lelkes. Bár mondjuk ez azt hiszem a pénzpiaci kérdésekben a lelkesség nem egy feltétlenül értelmezhető kategória. Ugyanakkor a másik pedig, hogy lehet, tehát azért vannak még országok, amik nem tagjai az eurózónának, más megfontolásból nem azok. Ezek nem, én nem akarom azt mondani, értelemszerűen ez egy magas labda lenne, hogy azt mondom, hogy Dánia ugye opt-out-olt az euró bevezetéséből, és hogy Magyarország nem, hanem mondjam, azonos történelmi és földrajzi gazdasági körülményekkel rendelkezik, mint Dánia. Csak azt akarom mondani, hogy ne tekintsünk az euró kritikájára úgy, hogy ez egy ilyen, tehát az euró kritikáját akkor így mondanám, nem csak Matolcsi szempontjából lehet meg Orbán Viktor szempontjából megnézni, hanem ez az Európai Unión belül létező vita, amit én szerintem érdemes lefolytatni. Vinnék kenyértörésre az LMP az uniós tagságot, ha kifejezetten ezen múlna a csatlakozásunk a monetáris unióhoz? Nem. Katalin? Bármilyen reakció esetleg az elhangzottakra? Hát
Én alapvetően azt gondolom, hogy a tényeket érdemes tudomásul venni, szóval persze vannak dolgok, amikről esetleg másképpen gondolkozik egy-egy pár, de szerintem jobb a realitások talaján maradni, azt mondani, hogy az euró bevezetése, mint olyan sok más dolog, az egy vállalt kötelességünk, és inkább azért azon dolgozzunk, hogy hogyan lehet a mi hatásunkat felhasználni arra, hogy jobb állapotba kerüljön az eurozóna, hogy szolidárisabbak legyenek egymással a tagállamok, és hogy befejeződjenek azok az átalakítási folyamatok, amik a kockázat, valódi kockázat közösség létrehozásához szükségesek, hogy amikor Magyarország is csatlakozik majd, nyilván egy folyamat során, amit folyamatot mi még el se kezdtünk, de hogy egy folyamat végén, amikor mi megérkezünk, akkor egy jól működő, szolidáris és a jelenleginél sokkal előrébb tartó eurozónába lépjünk majd be. A Momentum ezért dolgozik. És mit reagálsz arra a kritikájára Péternek, hogyha a jelenlegi formájában, az uniónak a jelenlegi formájában lépnénk be a közösségbe, az gyakorlatilag a pénzügyi szuverenitásunk feladását jelenteni? Én alapvetően azt gondolom, hogy most jelenleg ebben a pillanatban egy pandémia közepén egy nagyon-nagyon gyorsan átalakuló, sajnos rossz irányba alakuló gazdasági helyzetben, ebben a pillanatban természetesen nem támogatnám azt, hogy most váltsunk valutát, ugyanakkor, hogy stabilizálódik a helyzet, akkor érdemes azért elgondolkozni az előnyökön, a hátrányokon, és hogy egyáltalán milyen állapotban leszünk, ami után a válság lemegy. Szerintem ez a legfontosabb kérdés tényleg, hogy a következő hetek, a következő hónapok hogyan fognak eltelni, hogy milyen unióban ébredünk, amikor majd újra kinyitnak a boltok, és amikor vissza lehet menni dolgozni. Ez könnyen lehet, hogy nem ugyanolyan lesz, mint amit eddig ismertünk. És szerintem nekünk politikusoknak, közszereplőknek meg kell tennünk a magunkét azért, hogy ez egy szolidárisabb, erősebb, a válságokra jobban felkészült unió legyen, mint pénzügyileg, mint egészségügyi szempontból, mint a szociális szférában, és hogy azok a reformok megtörténjenek, amiket már régóta várunk. Péter, akartál reagálni? Tessék nálad a szó. Igen, csak két dolog. Az egyik, hogy persze a realitásokkal jó megküzdeni, ugyanakkor az is egy realitás, hogy attól, mert Magyarország belép az eurozónába, nem lesz akkora érdekérvényesítő képességünk, hogy nagyon meg fogjuk tudni változtatni. Az eurozónába beléptek tőlünk nagyobb országok, és alapvetően ugyanabban a struktúrában, a jegyzőkönyv nélküli eurócsoport ülésekkel átitatott, kicsit német központú módon működik az euró. Ez az egyik. A másik az, hogy értelemszerűen, inkább erre futtatnám ki. Tehát lehet, hogy elkövetkezik az a reálpolitikai pillanat, amikor az uniós tagságnak, hogy mondjam, az árán feláldozva be kell lépnünk az eurózónába. De ne mondjuk azt a magyar embereknek, azt a hazugságot, amit 1990-ben elmondtak, hogy mindenkinek könnyebb lesz a modellváltás után rögtön, amit 2004-ben elmondtak, hogy majd Bécsbe lehet cukrászdát nyitni. Tehát ha bevezetjük az eurót, nem biztos, hogy jobb lesz, nem lesz tejjel vízzel forró Kánaán, nem épül vissza automatikusan tőle a jogállam, és hogy mondjam, nem lesz minden sokkal jobb, és nem lesz Budapest, Amsterdam, vagy nem tudom, mit szoktak ilyen, tehát mi a szokásos mondat. Tehát, hogy szerintem ezt kezeljük nagyon-nagyon hidegen ebből a szempontból, ha már nem lesz mit csinálni, akkor azt kell csinálni, de ne tegyünk úgy, mintha ez egy ajándék lenne, vagy egy csodálatos dolog lenne, és ne kelljen érte tényleg lelkesedni. Akarsz reagálni röviden esetleg, Katalin? Igen, én azt gondolom, hogy a jelenlegi pénzügyi volatilitás sem egy olyan dolog, amiért annyira lelkes vagyok. Szerintem a magyar vállalkozóknak a jelentős része sem annyira lelkes attól, amikor így most már lassan 370 forintért lehet venni egy eurót. Nem olyan lelkes senki sem attól, hogy jobbra-balra rángatják így a különböző változó tendenciák az országot gazdasági szempontból, stabilitást tudna adni az euró. Mivel mi egy nyitott ország vagyunk, sokat kereskedünk másokkal. Persze erről lehet, hogy vannak vitáink, hogy ez jó-e vagy sem, de az adottságaink olyanok, hogy stabilizálne hosszú távon az országot a közös valuta. Jelenleg a forint gyakorlatilag egy olcsó játszópénz sok kormányzati szereplő kezében, ki vagyunk téve a volatilitásnak elképesztő mértékben, és ez nagyon sokszor, most is látjuk, komoly problémákat tud okozni. Az ilyen problémákat lehetne az euró bevezetésével például elkerülni, tehát szerintem ez is egy fontos szempont. Itt most le kell zárnunk a vitát. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak, Cseh Katalinnak, a Momentum LP képviselőjének, és Ungár Péternek, az LMP országgyűlési képviselőjének. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek a műsorban. Én köszönöm. Köszönöm.
Ez volt tehát a Partizánon az első a hétvitája műsor. Mostantól minden szombaton este 6 órától a hét egy aktuális témájával kapcsolatban hívunk el különböző álláspontot képviselő közéleti szereplőket, politikusokat, és megpróbálunk ők közöttük vitát kezdeményezni azért, hogy jobban megérthessük az ő általuk képviselt álláspontot. A Partizán erre a hétre még nem köszön el, ugyanis holnap indul a Partizán könyvklub, amelyben David Foster Wallace Végtelen tréfa című kötetét fogjuk elolvasni a következő 20 héten keresztül, de semmiről nem maradtatok még le, mert holnap csak a bevezető adásra kerül majd sor, amiben átbeszéljük azt, hogy kicsoda is Wallace, miért van jelentősége ennek a kötetnek, és jövő héttől kezdődően indul el igazából az olvasás. Nagyon rövid, 50-70 oldalakat kell egy-egy héten majd elolvasni, úgyhogy be lehet csatlakozni bármikor annak, aki a karantén, az izoláció időszakát esetleg szeretné olvasással is tölteni. Én Gulyás Márton voltam, a munkatársai nevében is köszönöm szépen a figyelmeteket. Mindenképpen az elhangzottakkal kapcsolatban van bármi kérdésetek, észrevételetek, azt itt lent a komment szekcióban tegyétek föl. A like, dislike gombok használatával kifejezhetitek a véleményeteket. Csatlakozzatok a csatornához, ha eddig nem tettétek volna meg. Kövessetek minket Facebookon, illetve szintén csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig van lehetőségetek és szeretitek a tartalmainkat, akkor szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje szintén itt lent megtalálható. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ciao.